Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Esélyegyenlőség megteremtése a cél. Számítógépet és ingyen internet előfizetést adott a szekszárdi önkormányzat és helyi cégek rászoruló családoknak. Gazdaságvédelmi intézkedések Pakson, az orvosokat, a mentősöket és a gyógyszerészeket is támogatja az önkormányzat. Szakképzésben tanuló diákok segítenek, százával varják a szájmaszkokat a diákok. Szigorodó törvények, akár 5 év börtönt is kaphat az, aki a karantén ideje alatt hagyja el az otthonát. 30 darab számítógépet és ingyen internet előfizetést adományozott a szekszárdi önkormányzat és a TAR Kft. Rászoruló családoknak annak érdekében, hogy a digitális oktatás feltételei mindenhol adottak legyenek. A nagycsaládosokat, egyedülálló szülőket, fogyatékkal élőket képviselő szervezetek vezetői azt mondják, ez az adomány hatalmas segítség a számukra. Örömmel veszi át az egyik számítógépet Borbén Marian, akinek 2 gyermeke a Garai János általános iskolába jár. Kapcsolattartással, tanulással mindössze az okostelefon állt eddig a család rendelkezésére. Az egyik helyi gyárban dolgoznak férjével, most azonban nincs munka, a gyár ugyanis leállt, és nem tudni, mikor indul újra a termelés. Telefonon keresztül oldottuk meg, és azon keresztül a házi feladatokat, amit úgy láttuk, hogy meg tudtuk csinálni, azt visszaküldték a gyerekek, a mi telefonjainkat használták. Baksa Beáta egyedül neveli gyermekét, és jelenleg otthonról dolgozik. Azt mondja, létfontosságú a megfelelő számítástechnikai eszközök megléte ebben a nehéz időszakban. A számítógép hatalmas segítség. Én úgy gondolom, hogy most alapból óriási kihívások előtt áll minden család, aki kisgyereket nevel, aki iskoláskorú gyermeket nevel, és az, hogy ennek a technikai hátterét biztosítják a családoknak, ez egy hatalmas segítség lesz, hogy a szülőnknek adott esetben, aki még a munkahelyét is elvesztette, nem kell külön beruházásokat eszközölnie azért, hogy mondjuk a gyermek otthon tudjon tanulni, vagy adott esetben otthon tudjon dolgozni a szülő. Siklósi Krisztián 3 gyermeket nevel feleségével. Jelenleg mindannyian otthon vannak. A gyerekek tanulnának, barátaikkal tartanák a kapcsolatot, a szülők dolgoznának a számítógépen. Ám ennyi eszközzel nem rendelkeznek, ezért nehezen tudták ezt eddig megoldani. Nagy segítség, mert így egyszerre a gyerekek tudják használni, ugye, ha van több gép. És hát előfordult az is, hogy este 8 órakor végeztünk a leckékkel. A szekszárdi önkormányzat első körben 30 darab számítógépet ad rászoruló gyerekeknek, családoknak, szervezeteknek, amivel az esélyegyenlőség megteremtése a céljuk, mondta Ács Sezső szekszárd polgármestere. Úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy a szekszárdi gyerekek közötti esélyegyenlőséget megteremtsük és biztosítsuk, illetve a város és más települések között az esélyegyenlőséget megteremtsük, az önkormányzat vásárol használt számítógépeket, és ezeket kioszi ezen családoknak. A számítógépek mellé a tanév végéig ingyenes internet és televíziós előfizetés is jár, aminek a költségeit a városvezető és a TAR Kft. Vállalta magára. TAR János ügyvezető igazgató azt mondta, szükségesnek érezte, hogy lokálpatriótaként támogassa a rászorulókat, nehéz helyzetbe kerülő családokat. Teljesen költségmentesen tudtuk megoldani itt közösen a polgármester úrral, és tehát plusz költségben nem kerül most ez a családoknak, és az a lényeg, hogy a tanulás az menjen előre, mert hát a jövő az csak bennük van, a gyerekekben. Ács Sezső városvezető bejelentette, folytatják a jótékonysági programot, újabb 20 darab számítógépet ajánlottak fel a helyi cégek, amiket nehéz helyzetbe kerülő felnőttekhez juttatnak el. Reméli, ez egy indikátor lesz, és egyre több vállalkozó cég áll a jótékonysági program mögé. Lezárják a Tolna megyeiek által kedvelt óbányát péntek reggeltől hétfőig, ezt Orbán Viktor csütörtök délutáni bejelentése után közölte velünk a település polgármestere. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a koronavírus járvány lassítása érdekében elrendelt központi intézkedések eddig elégségesnek tűntek. A település vezetők viszont húsvét hétfő éjfélig felhatalmazást kapnak arra, hogy különleges intézkedéseket hozzanak. Óbányára ennek értelmében péntek reggeltől már csak azok mehetnek be, akiknek odaszóló lakcímkártyájuk vagy pedig ingatlanjuk van a településen.
Magyarország teljes felnőtt lakosságának 7%-a vesztette már el a munkáját a koronavírus járvány miatt, ez derül ki az egyik legnagyobb hazai közvéleménykutató cég legfrissebb felméréséből. A legnagyobb arányban a szakmunkás vagy érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezők között nőtt a munkanélküliség, körükben 13% vesztette el már a munkáját. Ennek részben az az oka, hogy ők olyan munkákat végeznek, amiket alig lehet otthonról csinálni. A középfokú bizonyítvánnyal rendelkezők körében mostanra 10%-os a munkanélküliség, míg a diplomások esetében 1% alatti, a kormány a munkahelyek megtartására 5 pontos mentőcsomagot indít, aminek részeként mások mellett átvállalják a bérek egy részét is. Továbbra is igényelhető minden családtámogatás. A csok és a babaváró kedvezmények megtartása mellett a kormány meghosszabbította a gyedre, a gyesre, a gyermeknevelési támogatásra, a gyermekek otthongondozási díjára és a családi pótlékra jogosultságot. Bevezettek egy 500 000 forintos kamatmentes, szabad felhasználású diákhitelt, és fokozatosan visszaadják a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat. Elengedik a vállalkozóként működő orvosok iparűzési adóját Pakson, a helyi mentősök pedig pénzt kapnak a polgármestertől, amiből eszközöket vehetnek. A városban egyebek mellett így is segítik azokat, akik a koronavírus elleni harc frontvonalában dolgoznak. Megérkeztek Paksra az FFP3-as maszkok, melyek a gyógyászati központban, az idősek otthonában és a szociális központban dolgozókhoz kerülnek. Sajtótájékoztatón jelentette be Szabó Péter polgármester a további új önkormányzati intézkedéseket. Ez szerint a 20 millió forint alatti adóalappal rendelkező vállalkozó házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára elengedik az iparűzési adót. Szinte az összes házi orvost, gyermekorvost és fogorvost érinti a városban. A másik nagyon fontos dolog, amit én azt gondolom, hogy meg kell tennünk, az az, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díját elengedjük augusztus 31-ig. Ez a közétkeztetést ellátó gazdasági társaságokat, kis vállalkozásokat, közszolgáltatást ellátó cégeket, valamint olyan egészségügyi ellátó vállalkozásokat érint, mint például gyógyszertár, házi orvosi rendelő, de köznevelési intézmények is felmentést kapnak a bérleti díj fizetése alól. Nevesítve a Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnáziumot, ők is bérelnek az önkormányzattól helyiséget, illetve a Waldorf óvodát és általános iskolát is érinti a bérleti díj elengedés. A polgármesteri keretből a Paksi Mentősök Alapítványa 800 000 forint támogatást kap, melyet eszközvásárlásra, többek között ózongenerátor, sürgősségi fülhőmérő, lélegeztető balon beszerzésére fordíthat. Zárva lesz pénteken a legtöbb élelmiszerüzlet és a mást árusító boltok is nagypéntek miatt. A hazai piacon jelenlévő szuper és hipermarketek egyáltalán nem nyitnak ki, és várhatóan a kisebb élelmiszerüzletek vezetői is így döntenek majd. Ugyancsak nem nyitnak ki a boltok húsvét két napján, vagyis vasárnap és hétfőn. Az idei évben még a koronavírus járvány is bonyolítja a nyitvatartásokat. Délután 3 óra után ugyanis csak az élelmiszerüzletek, a patikák és a drogériák lehetnek nyitva, és délelőtt 9 és 12 óra között csak a 65 éven felettiek, ez előtt és után pedig csak a 65 év alattiak vásárolhatnak. A hivatalok jövő hét keddig nem fogadnak ügyfeleket Tolna megyében, így ez idő alatt az adóhatósági és a kormányhivatali ügyeket is csak online lehet intézni. A menetrendek is változnak a következő napokban, a vonatok és a buszok pénteken, vasárnap és hétfőn is munkaszüneti nap szerinti járatokkal közlekednek, szombaton pedig normális szombati menetrend lesz érvényben. A tömeges megbetegedések elkerülése, valamint a koronavírus járvány lassítása érdekében több szakképzési centrum intézménye csatlakozott a szájmaszkok gyártási folyamatába. Így a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Eszterházi Miklós Szakképző Iskolájának és Kollégiumának Női Szabó tanulói is. A diákok eddig már több száz maszkot elkészítettek. Ipari gépen varnak szájmaszkokat a diákok. Nemrég tanulták meg lépésről lépésre a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Eszterházi Miklós Szakképző Iskolájának és Kollégiumának Női Szabó tanulói, hogyan kell legyártani egy szájmaszkot. Ezeket elsősorban otthon vagy kis csoportokban, az elővigyázatossági intézkedések betartásával gyártják.
Haraszti Renáta két kisgyerek mellett otthonában már több mint 70 darabot készített el. Azt mondja, a gyakorlati tudás elsajátítása mellett jó érzés számára, hogy másokért tud tenni, hasznos tagja a társadalomnak. Nagyon-nagyon örülnek neki, azt tudom. Ez nálunk úgy működik, hogy mi behozzuk a gyakorlati oktatónknak, a Katinak, és ő osztja ki azoknak, akiknek szükségük van rá. Azt tudom, hogy ment már a kórházba, ment más ilyen szociális intézményekbe, meg legfőképp mindjárt az egészségügybe próbálja tovább juttatni, ott van rá a legnagyobb szükség. Az öt tanuló munkáját egy óraadói állásban foglalkoztatott varrónő, valamint az iskola könnyű ipari mérnöki végzettségével rendelkező egyik tanára segít és koordinálja. A diákok szinte megállás nélkül dolgoznak, csak akkor van fennakadás, ha elfogy a szájmaszkokhoz szükséges gumi, ami most szintén kezd hiánycikk lenni. Azonban a Dombóvári Eszterházi iskola nemrég kapott egy nagyobb nadrággumi felajánlást, így jelenleg semmi sem akadályozza a szájmaszkok készítését. Per pillanat olyan 700 darabnál tartunk, de már a szünet utáni időre, mert ugye a húsvéti meg a szünet utáni időkre is megvan ez a napi, most már úgymond rutinszerű darabszámunk, tehát le vagyunk már terhelve, tehát már a szünet után is másfél hétig megvan, hogy hova kell gyártanunk különböző szociális intézményeknek. Több iskolában zajlik még az előkészítés és az alapanyagok beszerzése is. Az elsődleges cél a helyi, valamint a települési igények kiszolgálása, az adott város vagy térség kórházainak, szociális intézményeinek, idős otthonainak az ellátása. Hazánkban jelenleg 15 szakképzési centrumban készülnek védőmaszkok, a szakoktatók, a diákok, illetve az önkéntesek bevonásával. Akár 5 év börtönt is kaphatnak azok, akik megszegik a kijárási korlátozások szabályait, vagyis indokolatlanul tartózkodnak az utcán, vagy a kötelező karantén ideje alatt elhagyják az otthonukat. A szabályok néhány napja módosultak, addig ugyanis legfeljebb 90 nap elzárás járhatott a szabályszegésért. Letöltendő börtönbüntetést eddig az országban senki sem kapott, pénzbírságból viszont már több mint 15 millió forintnyit osztottak ki a rendőrök. Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás szabályait. Szerdáig az országban már több mint 5900 szabálysértési eljárást indított a rendőrség. Az ügyek nagy részében több mint 4000 alkalommal csak figyelmeztették az egyenruhások az utcákon indokolatlanul tartózkodókat, de 857 esetben már bírságot is szabtak ki, több mint 15 millió forint értékben. Azóta, hogy a parlament elfogadta a felhatalmazási törvényt, a karantén szabályok megsértésére vonatkozó büntetési tételek is módosultak. Az április 1-e óta hatályba lépett felhatalmazási törvény lehetőséget ad arra, hogy ne csak pénzbírságot, vagy legfeljebb 90 napos elzárást kaphassanak azok, akik karantén ideje alatt elhagyják az otthonaikat. Most már akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, aki a járvány idején a járványügyi elkülönítés szabályait megszegi. A börtönbüntetések kiszabásáról továbbra is a bíróságoknak kell dönteniük, ilyen eddig még nem volt példa az országban, viszont már a rendőrség saját hatáskörben is büntetett, tárgyalás nélkül, ők pénzbírságot szabhatnak ki a helyszínen. Hát, hogyha a tettenérés a rendőrség eljárásában történik, akkor a rendőrség jogosult eljárni, és jogosult akár feljelentést tenni, vagy bírságot kiszabni, ez a bírság akár 500 ezer forintig is terjedhet. Letöltendő börtönt eddig még senki nem kapott az országban a kijárási vagy a karantén szabályok megszegése miatt. Több mint 1000 feljelentési ügy viszont már folyamatban van. Ezek közül rengetegben születhet akár ilyen ítélet is. Koronavírus járvány idején még egy átlagos embernek is nehéz követnie a napi eseményeket, szabályokat, az értelmi fogyatékosoknak ez még inkább nehézséget okoz. Az értelmi fejlődésükben akadályozottak Tolna megyei közhasznú szervezet munkatársai azért dolgoznak, hogy megértessék velük, mit jelent a koronavírus járvány, kikre veszélyes, miért kell bezárva lenni, és miért nincsenek a szokásos programjaik. De itt van például, hogy a telefonokat nagyon szeretik használni. Garai Zoltánné az értelmi fejlődésükben akadályozottak Tolna megyei közhasznú szervezet elnöke éppen azt a munkafüzetet mutatja, amivel tanulni szoktak a hozzájuk fordulókkal. A legalapvetőbb jeleket és szimbólumokat, azok jelentését is meg kell nekik magyarázni. Ők ugyanis nem tudják, hogy mit akar a kijárási korlátozás kifejezés. Nagyon nehéz, a mi rétegünk éppen az a réteg, ahol az értelmi képességek sérültek, tehát a mentális funkciók, és bizony a könnyen érthető kommunikáció jelentősége itt lép be, hiszen ők
nem értik ezeket az információkat nagyon sok esetben, ami elhangzik. Idegen szavakkal nem fogják föl a lényegét, ok-okozati összefüggéseket nem ismernek föl, egyedülre kell őket vezetni a logikus gondolkodásuk sérülése miatt főleg. Garai Zoltáné azt mondja, ilyenkor megnő a személyi segítők szerepe ebben a helyzetben, mert minden folyamatosan változik, és az értelmi fogyatékosoknak ez nagy nehézséget okoz. A szakemberek azért dolgoznak, hogy a mindennapi életben segítsék őket, és a jelenlegi járványügyi helyzetben megértessék velük, miért fontos a szabályokat betartani. El kell nekik magyarázni, mit jelent a koronavírus járvány, kikre veszélyes, miért kell bezárva lenni, és miért nincsenek a szokásos programjaik. Ezen túl az otthonlét sem könnyű az értelmi fogyatékosoknak sem, ezért különböző feladatokat adnak nekik. Osztottunk telefonszámokat, hívják fel a sorstársakat, akiket ismernek vagy táborból, vagy programokról, vagy a workshopokról, és beszéljék meg, hogy élnek városban, falun, mit jelent az, hogy kijárást fékezni kell, miért kell, a helyes higién és szokásokról, és adunk napi feladatokat. Az évfolyész munkatársai főként írott formában jelentetik meg a koronavírus járvánnyal kapcsolatos híreket a honlapjukon, melyeket a Tolna megyei szervezet munkatársai is megpróbálnak eljuttatni az érintettekhez. A járvánnyal kapcsolatban az írásos anyagokon van a hangsúly. Ahogy látható a különböző kiadványainkból, az a lényege, hogy nagyon egyszerű, hétköznapi szavakkal, jól tagoltan, egyszerre viszonylag kevés információt megosztva, képekkel illusztrálva próbáljuk meg lefordítani azokat a bonyolult gondolatokat, szabályrendszereket, amelyekkel kapcsolatban mi is gyakran egyébként nehézségekbe ütközünk. Tolna megyében több mint 300 értelmi fogyatékos ember él, zömük enyhefogban sérült, míg országos szinten egy 2016-os felmérés szerint a számuk meghaladta az 50 ezret. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyéből. A talpomaradásban segítenek a céges ötletek, kell a kormányzati segítség is a vállalkozásoknak. Kevesebb vérre van szükség a járványhelyzetben, nem adják át a koronavírus fertőzést a készítmények. Házhoz viszik a tulipánt, 176 ezer szálvirág találhat gazdára. Igyekeznek a járvány miatti rossz gazdasági körülmények között is életben maradni a baranyai cégek. Sokaknál sikeres a váltás, erre példa lehet többek között az a komlói cég, amelyik saját bevásárlókosarat gyárt az autósoknak, amit csak ők fognak meg, így csökkentve a fertőzés veszélyét. A helyi iparkamara azt mondja, az új ötletek, az alkalmazkodás reményt nyújt a cégek megmaradására. Ebben segíthet a kormányzat legújabb intézkedési csomagja is. Ez az a bevásárlókosár, amit autósoknak talált ki egy komlói cég. Eredetileg az volt a cél, hogy problémamentessé tegyék a vásárlást a rögzíthető eszközzel, de a járványhelyzetben is előnyt jelenthet a használata. Saját kosárral tudunk bemenni a boltba, és nem kell a mindenkinek a használt bevásárlókocsikat vagy kosarakat magunkhoz venni, használni, fogdosni, stb. Ez okoz még egy plusz előnyt a mostani helyzetbe. Amúgy meg alapvetően az autós bevásárlás maceramentes megoldására nyújtjuk ezt az eszközt. Ilyen és az ezekhez hasonló ötletek lehetnek a helyi vállalkozások, cégek lehetőségei, hogy megmaradjanak a járvány miatt leromlott gazdasági körülmények között is, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Sok cég átállt a maszkok gyártására, de nem csak ebbe az irányba próbálnak váltani a cégek. Rengeteg gépipari cég, akikkel mi folyamatosan beszélünk, keresi azokat az új piaci lehetőségeket, például az egészségiparban, csak mondok egy példát, implantátumgyártás, ami számára is akár sorozatgyártásban, akár egyedi termék, akár gépfejlesztésben lehetőséget nyújt. Úgyhogy most el fog dőlni, hogy kik azok, akik ebben a nagyon gyorsan, nagyon radikálisan változó környezetben is hatékonyan, gyorsan tudnak reagálni, és jól tudnak működni. De sajnos sok cég lesz, aki nem tud megbírkozni a válsággal, mondja a főtitkár. Rajtuk is segíteni akarnak, ahogy a kormányzat is. A legújabb gazdasági mentőintézkedéseket jónak tartja a kamara, de még nem tudni, hogy lehet ezeket igénybe venni. Minden akkor fog eldőlni, amikor konkrétan látjuk, hogy a 70%-os bértámogatás kit érint, hogy lehet igénybe venni.
milyen új iparfejlesztési pályázatok jönnek létre. Hogy fog kinézni az 500 milliárdos állami garanciavállalással létrejövő hitelezési rendszer, milyen, hogy fognak működni a tőkealapok, milyen gyorsan állnak fel, a cégek milyen támogatásokat vehetnek igénybe, és mely támogatásokat vehetik igénybe párhuzamosan. Már ezek a kérdések is felmerülnek. Most arra várnak, hogy a magyar közlönyben megjelenjen a részletes jogszabályi háttér. Ez alapján tudja majd az országos iparkamara és a helyi szervezete is értékelni, hogy valójában milyen segítséget kaphatnak a hazai cégek, vállalkozások. Bár kevesebb a véradás, de mégis elegendőek a vérkészletek az országban, így a Dél-Dunántúlon is. A koronavírus járvány miatt sok műtétet elhalasztottak, ezért kisebb az igény a vérkészítményekre. Az Országos Vérellátó Szolgálattól azt is megtudtuk, hogy miért nem kell koronavírus tesztet készíteniük a donorokkal. Előszűrést azonban végeznek a véradási helyszíneken. Ellentmondásos híreket lehet hallani arról, hogy átadható-e a koronavírus a vérkészítményekkel. A szakember azt mondja, ez szinte lehetetlen, erre valószínűségi arányt is számoltak az orvosok. A kockázata annak, hogy egy vírus, tehát egy koronavírusos vérkészítménnyel megfertőződjön valaki, az egyes források egy a 100 millióhoz, egyesek egy a 200 millióhoz becsülik. Amire azt kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen nem. Egy év alatt, és folyamatosan járvány közepén lennénk, akkor is van egy év alatt 400 ezer véradás. Tehát 1000 éveknek kellene ahhoz eltelni, hogy itt fertőzés-átvitelre sor kerüljön. Mikor a felső légutakban tüdőben jelenik meg a vírus, akkor fertőz. Így a véradásokon a személyzet van veszélyben, nem a vérkészítmények. Ezért szóbeli előszűrést végeznek a donorok között. Ezért is vannak megállító tábláink, vannak megállító embereink, ha szabad így fogalmazni most már, akik megkérdezik a véradót, hogy igen, olvassa el, legyen szíves ezeket a pontokat, járt-e külföldön 30 napon belül, tapasztalta magán a fertőzésre jellemző tüneteket, került-e kapcsolatba olyan személlyel, akiről később kiderült, hogy koronavírus pozitív, és ha bármi ezek közül igaz, akkor be sem engedjük. Nagy Sándor azt mondja, egyik országban sem végeznek koronavírus tesztet a vérellátó szervezetek, mert a vérkészletek biztonságosak. Egyébként a Dél-Dunántúlon elegendő készítmény van. Igaz, hogy csökkent a véradók száma országosan, de a műtétek száma is így kevesebb mennyiségkel jelenleg. Sokféle programmal együtt elmarad a Kőröshegyi Levendulás népszerű piknikje, a hagyományos nárcisz és tulipán szüret. A mintegy 176 ezer szál virág azonban nem vész kárba, ugyanis ezentúl házhoz szállítják a szebbnél szebb tulipánokat. Csomagolják a tulipáncsokrokat Kőröshegyen. Nem hétköznapi látvány ez, hiszen eddig a vásárlók maguk szedték a virágokat. A járvány miatt azonban idén mellőzni kellett a szüretet, így most megrendelések alapján juttatják el a csokrokat a vevőkhöz. Erre nem voltunk felkészülve így semmilyen szempontból, úgyhogy hát ki kellett valamit találni, hogy mégis amit már tavaly szeptember óta belefektettünk munkát, energiát, mindent, akkor valami. Mégis a koronavírus miatt ugye beszélünk erről, hogy valamit kihozzunk belőle. A dobozolt virágokat az egyik csomagküldő szolgálat viszi házhoz, miután azt előzetesen interneten megrendelték. Online bonyolítják a vételár kifizetését is, így minimálisra tudják csökkenteni a fertőzés veszélyt. Nem volt egyszerű a dolog, mert ugye még ebben még nem foglalkoztunk ilyen küldéssel, csomagküldéssel. És ahogy látszik is, hogy kisebb, nagyobb dobozok vannak, és akkor lehet rendelni 20, 30, 40, 60 vagy akár 100 szálat is, és akkor azt szépen bedobozoljuk, kicsit benedvesítjük a szárát ilyen nedves papírtörőkendővel, egy zacskót húzunk rá, és megpróbáljuk úgy csomagolni, hogy legalább azt a egy vagy maximum két napot, amíg a GLS kiviszi, addig kibírja. A vártnál sokkal nagyobb az igény a szebbnél szebb tulipánok házhoz szállítására, így akár mind a 176 ezer szál tulipán gazdára találhat. Az egyébként turisztikai céllá vált gazdaságban hamarosan kezdődik a levendula virágzás is. Szabó Lajos abban bízik, hogy a levendula szüret idejére már megnyithatja kapuit az ültetvény, hiszen évente több ezer vendéget és virágkedvelőt fogadnak itt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Esélyegyenlőség megteremtése a cél. Számítógépet és ingyen internet előfizetést adott a szekszárdi önkormányzat és helyi cégek rászoruló családoknak.
Gazdaságvédelmi intézkedések Pakson az orvosokat, a mentősöket és a gyógyszerészeket is támogatja az önkormányzat. Szakképzésben tanuló diákok segítenek, százával varják a szájmaszkokat a diákok. Szigorodó törvények, akár 5 év börtönt is kaphat az, aki a karantén ideje alatt hagyja el az otthonát. Pénteken gyenge hidegfront hatására több gomoly felhő jelenhet meg a nap folyamán, marad azonban az alapvetően napos, koranyárias jellegű időjárás. Számottevő mértékben nem csökken a hőmérséklet, elvétve nem kizárható gyenge záporeső előfordulása. Szombaton és vasárnap is az évszakos átlagnál melegebb időre van kilátás, csapadék nem hullik. Húsvét hétfőn megerősödő szél mellett változóan napos, gomoly felhős, meleg, kissé füllett időre van kilátás. Délután észak felül egyre több felé pattanhat ki szorványos zápor, zivatar, éjjel markáns hidegfront érkezhet erős, sőt viharos széllel, hirtelen lehűléssel. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!